Szent Efrém diakónus, teológus, író, a Szír Ortodox Egyház egyik kiemelkedő teológusa, szónoka és himnusz írója volt. Életében a Szentlélek hárfája névvel illették. A Szentről kapta nevét az a férfi kar, amely kiemelkedő helyet tölt be az egyház zenei életben. A görög katolikusok mindig is énekeltek a templomokban, emelte ki kocsis fülöp megyés aki szerint keresni kell azokat az utakat, amelyel megtalálható, hogyan lehet átadni az egyházi zene szeretetét és ismeretét. Az egyházi zene oktatása az iskolákban is fontos, az egyházi iskolákban pedig kiemelten, hiszen kell, hogy a templomi közösség birtokában legyen a hagyományoknak. Az igazi cél, legalábbis nekem, mint egyházi vezetőnek ez kell, hogy mondja ezt látom igazi célnek, hogy, hogy a, a templomon, az egyházon keresztül az Istenhöz vezessük el az embereket. Ezért tartunk fönn iskolákat. Nem csak azért, hogy átvegyünk társadalmi feladatokat az államtól, nem akarunk átvenni semmiféle társadalmi feladatot, de az, hogy oktassuk, neveljük, vezessük az embereket a boldog életre, az Istenben beteljesült életre, ez dolguk. Most ehhez nagyon fontos a templomba járás. A meghívott vendégek előadásai az egyházzene oktatásával, tanításával foglalkoztak. Péntek délután közös éneklése várták az érdeklődőket, majd Vecsernye és a Dániel játék zárta az idei nyíregyházi rendezvényt.